ahol itt vagyok a lisszaboni katedrális előtt. Sokan úgy gondolják, hogy a portugál Camino az innen indul, de nem innen indul, hanem innen egészen pontosan. Nagyjából 5 perc sétára a katedrálistól, egy icipici templomtól, ahol a tábla is mutatja, illetve az első nyilat is lehet látni ott az oszlopon, illetve a tábla szerint 610 km innentől az út. A templom neve Igreja de Santiago. Nem gondolom, hogy innen túl könnyű lesz követni a jeleket, de szerencsére letöltöttem idén is a Wise Pilgrim applikációját, ami a portugál utat egészen innentől mutatja. Megkóstolom ezt a helyi sütit. Ez a pasté de napán. Ez nagyon kemény. Ilyen finom, krémes, vaníliás ízű. Vörös borral adják. Próbáltam a kettő együtt. Szóval csütörtök van. Megvan a indulási pont. Beugrottam a katedrálisba egy pecsétért, de igazából csak egy kredenciát sikerült kapnom, amiben már benne volt eredetileg is egy pecsét. Úgyhogy most van 2, de igazából nekem nem kell, csak 1, majd a másikat otthon adom valakinek. Holnap indulok, holnap nagy péntek. Kíváncsi leszek, hogy hogy fogom ezt abszolválni. Tiszabon eléggé nyüzsgő, nekem már kicsit túl sok, úgyhogy keresek valami nyugisabb kis helyet, beülök egy kávéra, és utána meg elszaladok boltba, mert most 4 napig ünnep lesz, enni meg kell, úgyhogy egy kicsit fel kell tankolnom. Ennek annyira nem örülök, mert az is súly, amit vinni kell. Tehát ez van. Szóval ilyet adtak. Mutatós egyébként, nincs kitöltve. És itt van
van benne a pecsét. Ezek a mini precók, ezek nagyon jók. A spanyol diának a portugál változata, ugyanazok a diás termékek vannak. Ezek a saját márkások, nagyon olcsón, jó minőségű cuccok. Ezt érdemes látogatni, ezt az üzletet.